Itt vagyunk tehát a kamasz gyerekünk által belevíve saját kamaszkorunkban, nézünk körül, szedjük össze az emlékeket, fölidézzük azt az ide nekem az oroszlánt is hangulatot, meg azokat a hatalmas hangulat ingadozásokat, amikor azért hát egy rendes búcsúlevelet azért mindannyian biztos írtunk kamaszkorunkban, azt amikor egyszer látunk egy fotót, és azt mondjuk, hogy hű, máskor meg belenézünk a tükörbe, és azt mondjuk, hú. Szóval, hogy ez egy ilyen hangulat, hullámzás, nagyon sokféle kapcsolat, és akkor mi ott állunk, mint szülők, előszedjük a sajátunkat, ugye belezavarodunk, és akkor jön az, hogy na most akkor nekem mit is kéne csinálni, mint szülőnek. Na most, ilyenkor légy szíves, egy valamit ne csinálj, azt ne csinálj, amit a te szüleid. Mert hogyha bármit csináltak a te szüleid, az rosszul tették. Hogyha bármire emlékszel, hogy ők ilyenkor mit papoltak, hogyan irányítottak, milyen jó tanácsot adtak, azt rosszul tették. Mert hogy ez az a kor, ami egész másképpen van programozva, mint az a kor, amelyikből te erre visszatekintesz. Semmi alapja nincs annak, hogy te most visszatekintve, élettapasztalat vagy egyéb bármire hivatkozva tanácsot adj. Mert hogy a gyerek azért van egy ilyen állapotban, mert ez evolúciósan beleírt, a belénk íródott múlt és viselkedés módok szempontjából egy nagyon-nagyon hasznos és adaptív állapot. Csínyekkel, bulikkal, berugásokkal, összeveszésekkel, mindenféle elkóborlásokkal, mindennel együtt. Mert hogy ha ez annak az állapotnak a megismétlése, ami egészen kicsi korában volt, és megígértük, hogy jön majd még egyszer, amikor a gyerek úgy egy kicsit eltávolodik a szüleitől. Ez az urbanizáció, amikor a gyerek eltávolodik tőlünk. Torokszorító dolog, hogy eltávolodik tőlünk. Eltávolodik a családtól, és megjelenik egy idegen világban. És itt mi egyetlen dolgot adhatunk neki, támogatást. Úgy, mint annak idején a játszótér szélén.